1956. október 23-ára emlékeztünk. Térségünk több településén is megemlékeztek a 65 évvel ezelőtti forradalmi eseményekről. Sírok, virágok, koszorúk. Minden szentek és halottak napja alkalmából a sírkertek látogatottsága a többszörösére nő. Szemétszedés Gyálon és Maglódon. A TESZED országos akció keretében két városban is nagy takarítást rendeztek. Polgármesterek a közlekedés és a közbiztonság reformjáért. A településvezetők a fejlesztés és infrastruktúrális célok megoldása érdekében egyeztettek. Retrobuli lesz Üldön. November 6-án a Kis Sándor Művelődési Házad otthont a sikerre ítélt Retro Partinak. Újabb alkalom a zöld hulladékgyűjtésére. A közszolgáltatás keretein túlmutató hulladékgyűjtési alkalmat rendelt el a gyáli városvezetés. Programkavalkád minden korosztály számára. A gyáli közház mártonnapi programokra és operett műsorokra is várja a térségbelieket. Létszámok és programok a gyáli Bóvita bölcsödében. 8 csoportban összesen 108 gyermekkel foglalkoznak a kisgyermeknevelők. Maglódon fontos a közterületek rendben tartása. A helyi önkormányzat külsős céget bízott meg a játszóterek emlékművek rendben tartásával. Festészeti kiállítás a maglódi vermesi napokon. A jubiláló iskola a csapatmunkát, a kreativitást és az érzelmek kifejezését is fontosnak tartja. Egészségmegőrző csomag a felsőpakonyi időseknek. Készfertőtlenítőt, vitamint és citromlevet is tartalmaz a 65 év felettieknek összeállított csomag. Szociális tűzifa vasadiaknak. November 15-ig lehet kérelmezni, és karácsonyig kiszállítják a rászorultaknak a tűzifát.